valahol eltűnt, a kódus csak felkelt, kivette a zsákot a bokorból, és utána is elvágtatott onnan. Mire visszaért a gazda nagy kifáradva, nézi, hát nincsen se kórus, se ló. És nagy szégyenülten visszament a házához. Mire visszaért a gazda, az asszony látja, hogy jó nélkül jő haza, és azt mondta. Hát hunhattad a lovat? Jaj, te feleség, milyen buta asszony vagy te. Hát hogy mondta neked a kódus, hogy az urad miféle ott? Hát azt mondta, hogy őrzi Szent Péternek a lovait. Hát hogy gondolnád te meg, hogy Szent Péter lovait lehetne őrizni gyalog? Azok nagyon futnak, senki se éri utol őket gyalog. És én odaadtam neki a lovat, hogy őrizze Szent Péter lovait ruháton. Jaj, te drágám, milyen jó ember vagy! Bejól tetted, gyere ide, csókoljalak meg! És megcsókolta a férjét. Tudok egy helyet, ahol lagzi lesz. A komrának a falát kaparjuk ki, nem olyan erős fala van. Kaparunk egy lyukat rajta. Jó van, akkor vezess, mondta a farkas. Oda lopogattuk a lagzis házhoz, kapart a kis lyukat. Várjál, először én menek be, mert kisebb vagyok, mondta a roka. Bement, jól lakott. Utána a farkas következett, de ő nagyobb csiklást csinált, nagyobb zörgést. Meghallották a lagzisok, hogy valami van a komrában. Mentek is, jól elhussángolták a farkast. Szegény farkas még enni se tudott. Isgyusgyi, kiszaladt a lyukon. A róka akkor ma a kenderpózder váján nyögött. Nem volt semmi baja, mégis azon nyögött. Azt mondja neki a farkas. Hey, róka, akkor ma mi bajom? Hogy kívánok mindenkinek! Gratulálok Lovas Alexandrának! Gratulálok! Magyar Róbert a következő mesemondó, aki díjat kapott. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer mindenkinek, mindenki nagyon ügyes volt. Tényleg megható, hogy ennyi kitartás és érdeklődés van bennetek. A mai alkalommal Napsugár díjban elismerésben részesül Ádám Hajnalka, Tündérkert díjban részesül Barát. És ezután a jelzős díjak következnek. Rézmanó díjban részesült Vince Ervin, Dr. Benzen Nagy János általános iskola Besenyőtelek. Kis dráka vagy, megilletődött most is. A Menesági Koldús mesére emlékezzünk majd, ha felidézzük a mai délelőttet. Ügyes voltál? És még sokáig jöhet közénk. Ezüst...